Akkor szerintem csinálok egy ilyen kisebb házikot, ahol ez a három lesz, hát akkor smelterre itt nem is lesz szükségünk, ugye? Nem. Jó, akkor csinálok kettő tűzhelyet, amint a torta készül majd, és tetszít. Jó. Tudom, mit akartam. Á, nem jó. Beszorult. De hát... Én ezt kivenném a bázisra, mert ez mindenhova beszorul. A Melyiket? legnagyobb ágyházat csináltam, amit el tudsz képzelni, és ez a nagy ilyen sikló Pokémon beszorult. Ez a Jomun Tilde. Hát jaj, csak az kell a locsoláshoz. Hát Azt de tud ő ennyi. egyszerűen mindenhova beszorul, borzalmas. Na. Ki akar a tehén lenni, aki ő csak itt van a rendsen, és csinálja a tortánkhoz a tejet. Nézzétek meg, milyen boldog. Most nyögött egyet, meg kitolt egy kis tejet. És ő egyébként egy fiú tehén, aki nyomja nekünk a fiú tehén tejet. Ki szeretne, gondolom. Eddig senki. Na, ne talongjatok! Pedig a fiú tehén, teljes finom. Jaj, na majd én imádok tejet nyomni. Jól van, Csoki. Fiú tehén tejet? Itt már bebugolások. Lehet, hogy ez járt a téma, ez offos lesz, hogy vajon mibe bugol be? Szerintem a járdába. Vagy én nem tudom. Na, akkor ő lesz Csoki. Nem tudom, hogy kell nevezni, de mindjárt add to party view details. Aztán itt lehet. Mozzarina. Az a neve, államból, de akkor ő lesz Csoki. Hogy jön a neve? Csoki. Csoki. Nagyon jó, megvan az első. És ott írja, Csoki. Szuper. Szúrtam egy TP-t. Már közel a vég. Felfedeztem ezt az egész vulkános szigetet lábon. Ezek a tüzes sárkányszerűségek, sárkány oroszlánok minek vannak betéve, csak úgy random? Azok a sütősök. De miért van berakva három? Nem Vagy én tudom. raktam be egyet, és akkor... Lehet. Jó, hát igazából elég lesz belőle kettő. Hol van a... Ő nagyon kell nekünk. Pinking, lehet nálam nincs. Várjatok. Element alapján. Wok, pengulett, pengulett. Hol a pinking? Lehet nálam. Az ország a levinél van. Itt egy Anubis, hát te meg. És ő mit csinál? Ültet. Új, most erről eszembe jutott a helyen reklám. Melyik mátéka? Én a tüzes szarvas. Szarvasos farkas leszek? Jó, nanuk, az egyiket elnevezem, várjál. De most itt mit csináltok? Blaze Howell. Ő lány. Ő lesz te... Nem felemelni akartanak, nanuk. Hogy kell? Várjál. A tehénnél ott volt egy ilyen opció, ennél most nincs. Mindjárt megoldom. Á, otthon, édes otthon. Na, itt vagy. Aha. Most nem haltál meg. Azta. Nem. Az FPS-em az meghal. Mitől? Nem tudom, ezen a bézen nagyon laggalok. Ajaj. Na nézd csak, figyó. Ez ide beakadt. Ez gondolom a járda miatt. Ez a tüzes cucc, akkor a járda off. Ő szerintem csak beakadt a járda meg a rencs közé, nem? Hát igen.
De hogy akkor, na mindegy, most még kicsit várjunk, aztán megnézzük majd, hogy a járdával szoszi. Lehet, hogy hátrébb kellett volna rakni a... Mondjuk még mindig hátrébb tudom rakni. Hátrébb rakjam a rencset? Mert ott mögé hátrébb úgyse rakhatod. Fogok... Aha, most kijött. Na gyere, csak ki egy kicsit odébb. Ez az, köszönöm. Azért nem kérdezem mi... Seri csak annyit ír, hogy én! Tessék! Azért nem kérdezgetem, hogy ki mi akar lenni, mert most még nem tudjuk, most még nagyon kezdetleges a bázis, és nem tudjuk, hogy milyen pálok lesznek benn. A tehén az fix, azért kérdeztem. Na, így akadjatok be! I love you like a lobster. Szuper, tehén, jöhetsz vissza. Oh, jön is vissza, csokika. De, hú, téged az Isten elnyom meg, ez a nanók. Persze. Hopp, őt véletlenül beraktam a breedingbe most. Nem baj, ott maradhat. Addig se zavar. Már bocsánat, nanuk. Ez itt az ágyas rész, ez jó szerinted akkor? Annyi, hogy most volt egy teszt, és amit mondtam, hogy ez a siklósárkány, ez a bajuszos ragad be. Aha, de amúgy, hogyha odaraksz egy ágyat neki a vizes, a cucc mellé, amit öntözni kell, akkor lehet nem megy be oda. És akkor... Jó, megpróbálom azt mindjárt. Oké, akkor csinálok. Tudjátok, mi hiányzik nekem? Ilyen kis, ilyen kerítés. Ilyen picike. Miért nincs olyan? Miért csak fal van? Ez olyan hülyeség. Felháborító. Aj, mindig elfelejtem, hogy kell egy alap. Jó, de megijedtem, Jézusom. Norbi, ez a szintlépés hangja volt? Ha lesz grizzbolt, akkor őt szeretném grizzes tésztának. Ő van, igen, viszont nem őt használjuk most szerintem. Nem tudom, hogy kit fogunk majd. Hát egyelőre majd ilyen 40-es szintig egyébként öt kéne, csak ugye túl nagy volt, ezért nem ő van most benn. Ja, aha. I know. Don't mess with me. My fans will get on you. Na, ezt nem szeretném. Legyen végablakos. Vannak itt problémák. Amúgy el is veszem ezeket a tűzeseket egyelőre, mert nincs rájuk szükség. Jó, csak bezavarnak most. Primitív... én lehet, hogy adnék egy nem primitív, hanem egy high quality workbench-et, hogyha éppen minden izé foglalt, futószalag, és én gyorsan le akarok valamit craftolni. Nem? Érted? Most rakhatsz, egy... Mert hogy mondjuk... Lelentre. Mert hogy ne érjék el ők. Ja, hogy ne szaladjanak oda. Mert amúgy ezeket a
Anubisokat majd be fogjuk perma-allokételni a futószalagokhoz. Aha. Jó. Eddig tart kb. Még a stream. Kb. Egyig. Akkor ér haza a Barbie. És akkor meg akkor kezd el dolgozni a Levi. Ja, hát szerintem előtte egy ilyen 20 perccel lelépek azért. Aha. Mit mondtunk, hogy repair, medicine és hüvet a harmadik, a pálgír? Aha. Jó. Igen. Agyalok, hogy itt ez mi legyen, hogy legyen. Várjatok egy kicsit. 10 000? Megjött a Béla. Megjött a Béla. Balú, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 100 bitter. Nagyon cuki vagy, köszönöm szépen ezt a sok-sok támogatást. Ez most szopat ez a játék, hogy nem lehet egyenesen lerakni az ágyat. Micsoda? Ja, és amúgy, ha kérdezzétek, azért dolgozunk most csak kővel, vagy azért rakok csak követ mindenhova. Most ezt nem tudom lerakni. Mert hogy a tűz felgyújtja a fát. Ez hogy nem toltad ki ide hátra teljesen ezt a kis házat? Hát, mert ahogy lehet itt még valami, de nem tudom mi. Az a baj, tényleg nagy a terület, és ugye csomó mindenre azt mondtad, hogy ne csináljuk meg, és nem tudom, hogy mit akarunk, mint nem. Hát csak azért, mert hogy ugye minél tisztább legyen a közepe, úgy tényleg ki kéne tolni mindent. Igen, tudom, de így ugye ez teljesen tiszta lesz. Ja, a kettő breeding cuccot akarsz? Uh-huh. És a kettő legyen egymás mellett? Hát, ja, az úgy jó. Jó. Úgy is nekünk kell beledobálni, és akkor igazából, hogyha kitolod idáig teljesen, akkor minél nagyobb helyet hagyunk középen. A breeding mögött legyen? Vagy verjem, nem, a breedinget hozzam hátra, azt mondod? Vagy most micsoda? Aha, azt mondom, a breedinget vagy... is hátrébb hozhatod, még teljesen így kocig, és akkor mondjuk ide rakhatod a breedinget, és amúgy szerintem berakhatnád, mert itt tök sok hely van, berakhatnád ezt a kraftolós, hogy mi ágyas helyünket. Hopp, kinyomtam a fülesem. Most is szexeltek itt? Szóval ide. Az ő alvós helyük mellé. Mert ide nagyon nem tudunk már itt semmit rakni. És pont van elég hely arra, hogy így két ágy, meg egy pár bench benne legyen. Jó. Nem baj az, hogyha egy kicsit üresen néz ki a bázis, mert tényleg nem akadnak be ezek a fogyatékosok sehova. Jó. Szia Petrus, mi újság? Jó Isten, álljon meg, vagy 10 gyereked. Normális, vagy éppen hangosítottam a streamet. Én is beszartam kicsit, teljesen így... Így elmélyültem most itt az építésekbe. Milyen csini rózsaszín cucc van a Levim. Igen. Már immun is vagyok a melegre. Nice. Melyik part ajánlod, hogy szervezzük meg, vagy hogy tenyészünk le? Ez az Anubis.
Igen, az Anubis legelőször csináljátok, vagy nem tudom, tized belőle. Várjál, rákeresek neked, Gábor. A legegyszerűbb módja az a Bushido meg a King Penguin. Ilyen 15-ös szint körül mind a kettőt be lehet fogni. Az már megy. Már megcsináltad, Gábor, ennyi idő alatt? Nice. Ja, és ezen kívül? Én nem tudom, a Levi csinálta, csak én... I went with the flow. Azon kívül, hát elég hosszú breeding, de az is nagyon megéri. Azok a ilyen mechanikus sárkányok, amiket csináltunk, az ugye 3 vagy 4-szer kell breedelni hozzá itt sorba, hogy elérj odáig, de azoknak 4-es a miningjuk, szóval azok nagyon gyorsan kibányásznak bármit, és szóval bárki, aki játszik ezzel a játéknak, annak kell minimum egy darab vasfarmolós bázis, mert ha nekünk nem lenne, szerintem fele ennyinél nem tartanánk, ahol most. Volt, hogy a Marianne így bent maradt afkolni, és ilyen több 1000 fémet elhasználtunk 5 perc alatt. Azt a Zanubiszok egy épületet milyen gyorsan. Jó, hát ez nem ilyen esztétikusan pont egymás mellett van, de ha úgy raknám, akkor nem használnám ki a területet. Azt mondta Levi, hogy toljam ki a barrierig, úgyhogy ez történt. Kis lóg. Az baj, ha egy nagyon picit kilóg a breeding? Nem, nem a nagyon picit, nem. Hát mondjuk... Ó, bad. Ti. És ez mi belőle úgy bele? Aj, az Anubis benne sétel. Melyik madarat mondja? Mit mondtál, Levi? Meg tudod nekem mutatni? Ott van a bányászós bázison. Tudod, ez a nagy sárkány, aminek ilyen páncélja van. Nagy sárka. Amit én izénhez ilyen Transformer-hez hasonlítottam, vagy melyik? Aha, igen. Ja, a bányászos részem? Igen. Yes. Megmutatom Gábor, te egyedül játszol egyébként? Na, ő. Várjál. Ő. Húha, nem látod, meg éppen eszik. Itt van. Astegon! Very big. Very big sárkány Transformers. Jú, mennyi? Egon. Jú, de régi videós az Egon. Vagy hát, hogy régen videózott. Na, hiszem is. El is felejtettem, hogy itt készül nekem tényleg az Ingó. Az kell a lámpákhoz nekem. Pump it. Na, leraktam a bázist. Nice wash. Hogy most kell áthozni követ. Ezek a lámpák, alulra raktam ebbe az épületbe lámpákat, és a fenti részt is totál bevilágítják. Aztán. Working as intended. Igen. Jó, akkor én ezt késznek nyilvánítom. Hát nem a legszebb, egy ilyen blokk, de ez van. És akkor azt mondta a Levi, hogy ide építsem ezt a ágyas workbench-es kis részünket. Nem barátokkal, nem barátokkal, de nagyon szívesen csatlakozok, ha úgy alakul. Hát hozzánk nem tud már nagyon csatlakozni ember, ugye a mi bázisainkra, mert hogy mi magas szintűek vagyunk, viszont azt beszéltük az Atival, meg a Bencével, hogy most ugye az Ati elmegy Los Angelesbe,
és ha hazajön, ő nagyon szeretne ezzel a játékkal játszani, és mondta, felajánlotta neki a Levi, hogy jöjjenek az, a mi világunkba, csak egy külön gildet csináljanak, és külön bázison fognak ugye fejlődni, meg külön bázisuk lesz, de hogy lehetünk egy világban, viszont annyi vele a gond, hogy ők csak akkor játszhatnak, amikor én fent vagyok, és ugye hostolom a szervert, szóval gondolom, majd csinálj fog az Aték külön. Mosogta be a barátom a tenyésztőbe, majd megyek én is, csak ma nem vagyok otthon. Ja, ja, én most csomagoltam be Rezsika betyet, úgy izgolok, hogy jó lesz neki, és tetszeni fog a Bettinek, biztos, hogy ki kell. Mindig elfelejtem ezt így rakni. De várjatok, nem is így kéne. Amúgy tök vicces, mert ugye például ez a rész, amit most csinálok, ez olyan, amihez ugye nem is fognak érni állatok. Szóval lesz akár még a bázison kívülre is rakhatom. Vagy nem, csak a bázison lehet aludni, vagy hogy is volt ez? Nem, kívül is lehet. Ja, tehát ezt akár oda is rakhatnám, mert itt ugye csak nekünk lesznek crafting table-ek. Bassza, de megjettem, Norbi! Ja nem, mert izét is akarok ide rakni, sütőt. Akkor nevermind. Hogy nézd már ki ez az ágy. Nem tudok puccosambat most már. Ú, a Barbie kedvenc száma megy a fülembe. Ami micsoda, Levi? Ez most egy teszt. Hát vagy a Gangsta's Paradise. Azaz, ügyes vagy. Átmentél a teszten. Ó. Oh. Ez egy könnyű Robert. Teszt volt. Robár, Balu, köszi szépen az ujjam 100 bitet. Nagyon aranyos, hogy köszönöm szépen. 30-as szinten lehet puccos ágyat. Hát akkor... Pont lehajtak... Lehánytak... Mi van? Lehúnytak volna szemem... a Black Sheep. Ja, hogy aludtál, most kezdtél el aludni? És felébresztettem, hogy mi ezzel a hanggal? Gangsta Paradise. Hát mondjuk lehet, hogy idegesítő lesz ez a barrier. De sokat szenvedek most. Azt, amilyen erőteljesen világít. Tessék inni, most ittam. Köszi a munka, iszom még egyszer akkor. Azt mondja Heki, méltó vagy Levi a nőhöz? Köszönöm. Köszönöm. Na, tehát még egyszer, most nem építünk rá. Nem jó, mert... De! Csak egy kicsit lokkió. Jó.
Oops. Ez az építés szörnyű. Pontosan most akartam azt mondani, hogy Marian, neked hogy van ennyi türelmed építeni, mert én 3 foundation-t raktam le eddig, és... elég rossz gondolatok vannak a fejemben. Ah, de nem is láttam még ez az antigravitációs pál, úgy elszik, hogy lebeg a levegőben, ezt feláttad? Nem. Nagyon cuki. Aha, ez a nagy sikló, ez lefeküdt a Barry föld mellé, úgyhogy még nem is raktam le oda ágyat. Úgyhogy ő valószínűleg nem fog bemenni a házba. Hát igen, még csak 4-szer bontottam le ezt a craftingolós alvós helyet, semmi baj. De most lent van? Igen. Akkor alszunk? Igen, már csak az ágyat kell leraknom. Shakira, Shakira. Amúgy onnan van türelmem, hogy ugye a raftban építettem egy bárkát, nem tudom, emlékszel-e? Hát jó, de azért talán nem volt ennyire nehéz. Hát azért ott is voltak kihívások. Közi Bence, gyönyörűséges hangod. Hi, puppy. Fireboy Water Girl vibe-ja van az építményednek. Mi? Miért? Jó, de jó volt ez a mese. Very good. Ti azt láttátok a Barbie-val? Tudom, hogy Barbie nem nagy mesés, de azt nem néztétek meg? A Fireboy, Firegirl-t? Nem. Én azért ismerem, én a játékot ismerem. Igen, de... És ez nem is Water Girl, Fireboy, mert itt a mesében fordítva van. Elements a neve. És nagyon jó, a Chloe-val sírtunk rá, meg szerintem neked is nagyon tetszene. Meg amúgy a Barbie imádná szerintem, mert nagyon tetszene neki a tűzlány karakter. Elements. Aha, igen, Bence. Csak az a baj, hogy a Barbie-nak vannak ilyen fenntartásai mesékkel kapcsolatban, vagy hát így nem annyira szereti őket, nem tudom miért. Megnézettem vele egy részt a Rick és Morty-ból, és azóta utál engem. Jó, de a Rick és Morty, azt gondolhattad volna, hogy nem fog neki tetszeni. De egyébként maga a történés tetszett, szóval direkt nem is így első vicces részt mutattam neki, de azt mondta, hogy én ilyen meséket nem nézek. Na, én nem nézek veled. Na, egy kicsit be kell szüntetnem sajnos ezt a bányászós bázist most itt lent, hogy leteszteljük a felsőt. Ja, hogy elviszed a pálokat? Aha, igen. Na, majd kell még Anubiszt csinálni hozzá egy 3-at, meg még kell csinálni ilyen repülődínót. Már neki nincs ingaum. Most én ezt felnézek a bőrtöket, ez az az. Amúgy lehet, hogy sajnos a Jimmy-től búcsúzunk a Jimmy Blurpöktől, mert nagyon-nagyon, de... Csomó hangot enged a YouTube, de a Jimmy Blurpök le a legallergiásabb. Én nem tudom, a Zambó család milyen copyrightot rakott ezekre, de brutális. Még erre az Ave Mariára is, pedig ez nem is az övé. Vala az Isten! Jimmy-t én sem engedném. Zaj, már jó, már most hallom. De jó, hogy raktam ilyen át skippelős gombot a stream deckre. Same. Árpi figyeli ezeket azért mégiscsak a testvére. Hát durva.
jó nagy szikorban. Ez nem túl sok ingó. Milyen üres így a bázis, hogy elvette a... De nézzük, hogy mit csinált a Levi. Én azt sem tudom még, hogy hol ez a bázis. Itt. Megnézzük, hogy mi ez a szénbánya, amit csinált. Wow! Azt a... Hú, ez jó, ilyen dimbes, dombos, hegyes. Alig várom, hogy bebugoljanak a pálok. Ja, elvileg ide annyira nem bugolnak be. Meg most mindenki azt mondta, hogy elviselhető. Itt segítsek neked valamit? Nem kell, most az ágyakat csinálom. Na, ez a kis copyrightos például sajnos, ez a krebes, ezt mindig ki kell vágnom. Hát a ki lesz a királyunk ezután? Oj, Krisz! Ó! Na most az miért ment be az mi ágyunkhoz ez az Anubis? Ja, várjál, a Levi azt mondta, hogy ide nem akar pálokat. Akkor hova rakjam a... tűzhelyeket? Középen üres hely lesz. Itt hátul storage room. Meg még valahol lesznek ezek is, mert ezek nem így lesznek. Ennek mennyi hely kell, hogy locsolja ezeket a szarukat. Akkor hát lebont... nagyon nem van. Ventilálsz, nyilván valami problémád van. Balkott ez nálad. Ez Gyurcsány Ferenc volt, Balú. Ezeket a futószalagokat lebonthatom? Mert akkor ide akarod a storage roomot, ugye? Aha, lebonthatod, és akkor valahogy úgy, hogy így ilyen párhuzamosan ragd le őket, és akkor mondjuk közé storage-et. Na, mégis párhuzamosan? Azt mondtad, hogy nem szeretnéd párhuzamosan. Hát, aha, de úgy, hogy egymástól elfele legyenek azok a helyek, ahol nekik kell állni. Tehát, hogy ne kelljen egymásba állniuk ahhoz, hogy kraftolni kelljen. De ezt most hogy érted, hogy közéjük storage-et? Tehát a storage roomba akarod ezeket is rakni? Tehát mint egy hát ilyen gyár? De nem kell túl sok storage-ot lerakjunk, mert nagyon nagy a hely azokba a dobozokba. Kettő konténert szeretnél? Aha, kettőt vagy hármat, így egymás mellé. Ugye nekünk elég csak hozzáférni az elejéhez. Nem tudod lerajzolni, úgyhogy hogy gondolod? Mert most nem értem. Megmutatom. Jó. Jövök. Szóval úgy gondoltam, hogy hogy mondjuk, hogyha ide rakod a storage-okat, a konténert, úgyhogy csak így a fele mondjuk ki is lóghat, és akkor ide egymás mellé hármat, és akkor ide elé megrakjuk le a futószalagot. Így? Aha, igen, így hosszába rakjuk így mondjuk három storage-ot, 1, 2, 3, és akkor eléjük meg ezeket a futószalagokat, és ugye az a része, ami feléd van, oda kell állniuk. És akkor, ha mondjuk most emellé raknánk még egyet, akkor nem úgy rakjuk, hogy itt áll három, meg itt áll három, hanem hogy a túloldalán kelljen állniuk. Hú, az a baj, az a baj, hogy nekem így teleportálgatsz, és nem tudom, hogy hogy érted, baszki. Rajzod már le, léci, paint be! Jó. Arara. Jézusom, ez a hang, Norbi. És mi ez a kép hozzá? Elnézés, mi van? Brain is not braining. Azt a Norbi, 5000-es bit jelvény, csak a blurpökből nyomod. Köszi Norbi, ezt a rengeteg bitet. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jaj, nem. A blurpöt nem tudod külön hangkeverőre rakni, és akkor a vodon nem lesz rajta, így nem kéne vágdosnod? Hát azt hiszem nem szeretném, Ricsi, mert van egy csomó tök vicces blurp. Meg ijedések például, azt is azt ugye nem kell így, tehát azon nincs copyrightos cucc, és ez vicces. Hogy... Ha nem lenne, az képzeljétek el, hogy megijeszt a Black Sheep szokásos módon, én meg csak így a semmin rezzenek össze.
Na, ja, mesteri képlet. Na, kíváncsi vagyok. Lementem a Barbie-nek az asztalára. Jaj, nagyon cuki lett, ha kiközben itt látom, amit küldtél, hogy mit se teresinek. Cuki. A rossz is cuki. Na, hol küldöd? Messengerem. Szóval, hogyha ott a körnek a széle, akkor kilóg a három konténer, és csak a kis sarka van bent, hogy ugyanúgy hozzá lehessen férni. És azokat a futószalagokat meg így hosszában elé, és amerre a nyilak vannak, hogy arra álljanak oda a pallok, hogy ne bugoljanak egymásba. Jó, oké. Okay. Jó. Tanulmányoztam. Viszont a izéket mondjuk én úgyse tudom lerakni. Hát meg amúgy is 300 vas a konténer, szóval... Ó, egy darab? Három darab. Jó. Hát csak egy ezt is ilyen házban akarom rakni, nem csak így az openbe. Aztán azért is kérdez, viszont hát így nem tudom. Mondjuk végül is kintre is tudok építkezni. Mert úgy csináltad ugye, hogy kilógjanak ezek, úgy rajzoltad nekem. Majdnem egyezik rezsi és rozga mérete. Az hogy? Ja, hogy így hasban? Azért mondom, mert a rezső az háromszor kisebb, mint... Na jó, nem háromszor, de mondjuk fele akkora, mint a rozga. De pocakban valóban ugyanott vannak. Egy testben. Szülinapi stream lesz, majd méri. Szerintem igen, aha. Ez az Anubis nagyon várja. Azt mondta a mesterem, hogy itt álljak. És itt... kraftoljak, de már napok óta nincs semmi ezen a szalagon. Vajon mikor fog a mesterem ide rakni valamit? Oh! Most már nincs itt célom. Annyi cuccba kerül ez a futószalag, hogy mikor egyet lebontok, tele leszek. Szia, szilikony! Ja, hogy 100 ingó van nálam. Kus. Na. Az a baj, hogy ezek... Ó, itt már domb kezdődik. A te Shadow Beaked, az fiú? Az a... Madár. Nézem. Shadow Peak. Lány. És van fiú Elizabeth? Vagy ez csak lány lehet? Szerintem ez csak lány lehet, de nézem. Egyáltalán van-e? Szerintem nekem nincs is. Be van rakva egy, ugye? Azt látom, csak lány. Ez az Anubis folyamatosan ide jön az ágyunkhoz és bebuggol, pedig itt semmi dolga. Csak sétálgat. Ő nagyon itt az ágyunknál akar valamit. Na most már van dolga, tessék. Mm-hmm.
Mi legyen itt még? Nézd, gyúrok. Azt a kurva, mit csinálsz a mamuttal? Brideltetjük, csak... Most mit bridelsz? Most miért nem érzi... Ez egy no-work-e... Hova mész? Gyere vissza! Szerintem nekem segítettek. Vagy nem tudom, hogy ki, mit akartál. Ja, nem, a mamutat akarod csak. Na, breeding fal. Gyere ide! Ez egy hülye néz ki szerintetek, hogy ezek összeérnek. Jó, nagyon jó, nagyon jó. Na és hol a torta? Ugye nem romlott meg? Sanszos. De van a fő bázison még befejezetlenül. Ne, hát az a bázis már nincs meg, ezt áthoztam. Azt az egyet is, mert ezt ugye ott hagytuk. Mm-hmm. Oh. A bánat mindig visszajön, majd éltem. Hát akkor most nincs torták. Még nem csináltam ilyen tüzes részt, mert nem tudom, hogy hova fog férni. Ja, hát most leraktam ide. Még szeretném megkérdezni, hogy ti hogy breed? Aha, jó. Bence, most itt vagy, itt vagy. Benyomok neked, mit szólsz mindjárt egy kis Taylor Swiftet, mert az egész nap nem volt. Hát ez hogy lehet? Milt raktál már? Mit? Milt. Nem. Akkor azt is csak ledobjuk az valaminek a baj, hogy a közepére. Nagyon nem tudom, hogy mekkora lesz ez a storage room-os történet. Nagyon arra várok, hogy azt tudjuk megcsinálni. Nagyon azt akarjátok, hogy sokat vágjak. Gyere ide fújni ezt a szart. Nézzétek meg, mennyi energiát rakok bele, centiről centire, minden tökéletes lesz, legyen, Levi meg lerak az út közepébe egy milt. Hát, ami kell, az kell. Jó, ez itt középen ugye majd teljesen meg fog szűnni. Alakul a molekula. Jó, akkor elmegyek most, ami legfontosabb, hogy legyen sok ingónk, mert ezt a storage roomot meg akarom csinálni. És már mindjárt 11 óra van, úgyhogy akkor rásegítek náluk. Szóval Taylor Swift. Le kell rakni majd egy ilyen égetőt az új helyre. Lerakjak? Lerakhatod, aha, és akkor el lehet kezdeni kisütni a dolgokat. Jaj, nem ez kell nekem. Ja, de itt nem lesz hozzá alapanyagom, mi? Szozzom kell magammal. Igen. Wood. 3 flame organ. Mennyi wood? 1! Akkor azt itt kivágom, viszont flame organ az kell. Miért a cooling boxra dobod rá magad? Na, cooking pot, köszönöm. Fújtse. Mm-hmm. Baszki, sosem találom az új bázist. Itt van. Fölfele van. Igen, engem. Mm-hmm.
akkor valamilyen tüzes dolog is kéne ide. Ennek nem nincs jó tüzesem. Egyes. Ja, van egy kettesem van még. Hát kettes az jó, mert csak ez a sárkány a hármasunk. I'm just gonna check it. Mit rakják? Még van két hely itt az új bázison. Majd ilyen bányászósokat kell. Hát azt nézem, nekem nem nagyon vannak. Most ilyen transportation Pokémon breedelünk amúgy a bányás bázisra. Uh-huh. Ez a leggyorsabb Pokémon, aminek csak egy darab cucca van, ugye az az, hogy viszi a dolgokat ide-oda, szóval nem fog le akadni semmi más csinálni. Úgyhogy majd összeszedi az ort a földről. Szuper. Na segítek nektek összeszedni, összeporszívózom, wii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 i
Mi? Segítek nektek. Nem? Balú. Ez az Grizz, nyomod. Ez mi? Ezt a levé építette ide? Ja, szerintem azért, hogy ne essenek le a Pokémona. Bence, ma még nem volt Taylor, most berakok egy kis Taylor-t, lemegy a Shakitov. Hallod? A hálátlanság ne továbbja. Na, Shakitov se lesz akkor. Hosszad ide a Zanubiszokat? Aha. Igen, itt az összegyűjtéssel van a baj. Azt a mennyi van, itt csak fel kell szedni. Na srácok, most az történik, hogy... Mit szedtem össze? Szóval most az orékat csináljuk ezerrel, mert a storage roomhoz nagyon-nagyon sok fog kelleni. Éppen szabotálják, hogy ezt a vodot fel tudjam tölteni a YouTube csatornámra. Másfél óra múlva kész lesz ez? Vagy mi? Másfél perc múlva kész lesz az első Anubis? Nagyon királyok vagytok, Gábor. Ügyesek vagytok. Látod, Levi, megkérdezték tőlünk... Fel van húzva a szorzó, nem? Mármint, hogy gyorsabban kell nekik a tojások. Mert 2 óra, mire ki kell, szerintem. De már hamar elkezdték, amikor ugye elkezdtük a
Palworld-ös részét a streamnek, akkor megkérdezték, hogy mit érdemes kipríteni, és akkor mondtuk neki az Anubiszt, és akkor rögtön el is kezdték. És aztán kérdezte, hogy mi legyen a kövi, akkor mutattam ugye azt a nagy sárkány transformert, és azt mondta, hogy az lesz a kövi nekik. Ja, 1 óra 20 perc, ja. Még az Anubiszig. Ricsi. Na várjál, Bence, rakok még Taylor, de akkor olyan legyen, amit szeretek. Megállapodunk? Bongo la, bongo cha cha cha. Ez az egyik kedvencem. Taylortól. Deal. Kéjusz karma is my boyfriend, karma is a god, karma is the breeze in my hair on the weekend, karma sa relaxing tour. Küldött valaki egy donétet, de nem láttam, hogy micsodát, mert az OBS nem mutatja, meg hogy mennyit. Pecsis, te voltál ez a donét? Mi volt ez? Ez donét volt? Valaki? Bence, 5 dollár. Köszönöm szépen, Bence, nagyon aranyos vagy. Duki vagy, köszi szépen. Karma liricsi, ja, értem. Köszönöm, Bence, a támogatást, nagyon aranyos vagy. Tudsz jönni aludni? Aha. Ezen a számon nagyon sokat sírtam, mikor kijött. Itt vagyok. Nézd, megtaláltam ennek a legjobb helyet. Bejön a fekszem. Ez ugye tökéletes. Ágyunk között. Jó, az végül is irepje. Erős férfiak vagyunk. Ja. Kell ide a szerszámos láda az ágyba. Én vagyok egyedül erős férfi, jó? Te gyenge nő vagy. Ó. Ennek fogsz felső emeletet csinálni, vagy nem? Nem terveztem az úgy, hogy az úgy jó. Kész. Na, te menjél sütni? Mi ez a pénisz az ágyunk tetején? Az növeli a planting speedet. És ez ugye ne legyen útba. Jó. Végül is jó. De elnézést, te mit keresel itt kint? Ja, mert nincs még... Jövedelem van lent, Rencs. Nem akarok sírni, az puszi is. Annyira jó volt ez az egész folklore album a Taylornak. Én ezeket szeretem, a többit az pár felkapott számát, de most az újakat nem annyira. Valamiért erről számra mindig a, azért jut eszembe a Say Something.
Jó, elkezdtem 30 tortát sütni. Azt a kurva, ennyi alapanyagunk volt hozzá? Aha, vettem. Ja, nice. Ti mit csináltok? Ti a semmit karatézzátok? Jé, mi történik itt? Valamiért azt érzékelik, hogy még itt van egy szikla, pedig nincs, és az összes állat még itt fúr, meg rúgja a sziklát, meg ilyenek, pedig itt már nincs semmi. Bebugalt így az összes Anubis. Ja. Na gyertek, kis Anubiszok. Most jó. Még a Mirror Bolt is nagyon szeretem erre az albumra. Na, hogy áll? Nem ennyi lehet tüzes... Eszik. Nekem a Don't Blame Me, Cruel Summer, Cardigan, Love Story, Never Ever Getting Back Together. Ezeket nem annyira szeretem pont. Mondjuk a Never Ever Getting Back Together, az nem rossz. És most mi van a másik bányász bázison? Semmi? Semmi. És mi lesz? Vagy most akkor mi a terv? Majd oda is csakunk állokat, csak kell még olyan sárkányokat csinálni, mert majd az összes technős le kell cserélni olyan sárkányra, és ez nagyon sok breed. Úgyhogy most csak beraktam oda őket, mert kell a szén majd. Azt mondom, most csak a bázisokon vagyok, amióta elkezdődött a Pathfinder-es része streamnek. Sok szemet szeretem a Taylornak, igen, nem vagyok ilyen nagyon fan. De sok szemet szeretem. Nálad van most amúgy ingó? Nincs, egy se. És akkor 300 csak a konténerekhez kell? Igen. És majd még ugye kell azokhoz az assembly line-okhoz is. Igen, ahhoz mennyi? 100, de az elvileg van, mert amit kiszedtél, annak meg kéne lennie. Hát pedig 231 van itt, várjál. Hát lehet, hogy elhasználtam valamire, vagy tudtuk valamire, amikor leraktunk valami. 600 kéne? Getsz. Aha. Na jó, a legfontosabb, hogy ezt a három konténert majd építsd meg, úgyhogy még akkor egy kicsi még menni kell akkor. Mert hogy akkor már el tudok kezdeni építkezni, mert akkor átlátom, hogy... mennyi helyet fog foglalni ez az egész storage assembly rész. Uh-huh. 231 van most, akkor még 70 kell, az pont mindjárt elkészül a másik helyem. Cruel Summer, hogy nem lehet szeretni. Várjál, szóval nem is tudom még. A többire írtam, várjál. Cruel Summer. Ja, ezt szeretem. De, hát ilyen... TikTok miatt így belemászott a fülembe.
Nem, nem láttam ilyen koncertfelvételeket. Vagyis hát azért láttam, Taylor Swiftnek láttam a dokumentumfilmét, az amúgy nagyon jó. Az tényleg nem kétség, hogy iszonyatosan tehetséges. Az, hogy hogy ír számot, én azt nem tudom, olyan, mint hogyha meg lenne játszva, annyira egyszerűen így jön belőle. Nyilván nincs megjátszva, de nagyon durva, hogy mennyire ért hozzá, meg milyen tehetséges. Viszont nem tudom valahogy nekem a számainak, van egy-két szövege, ami ugye nagyon-nagyon deep, azért is szeretem a folklort, mert azok nagyon deep. Viszont én azért nem tudnék nagy fan lenni, mert nekem nagyon tinglitanglis, ilyen egyszerűek az alapok, meg a dallamok ennek is, ugye, és így olyan jó, ilyen, így el vagy vele, de hogy a folklor meg annyira különleges ott zeneileg is, sokkal bonyolultabb, és ugye azt Covid-ban csinálta, és lehetett érzékelni, hogy szerintem így több ideje volt rá, valami különlegesebbet akart, tényleg csak arra fókuszált, meg így nagyon sok érzelem volt benne. Nekem mindig van egy kis gépenikom. Hol vagyok? Rossz helyre teleportáltam. Miért? Mi van a koncertfelvételen? Lesz egy kis időd, akkor lerakod léci konténereket? Elvileg megvan a 300 inga. Aha. Köszi. Jaha, 320 inga. Jaj, de jó lesz. Aki kell ez a tojás, ezt is elveheti minden 3 perc. A tojás kertetőt lehet valami pállal kicsit rövidíteni? Van ilyen? Nem, viszont... tűzzel lehet, látod, a levi ide rakott mellé egy ilyen tűzrakás, elvileg az megrövidíti, de nem minden tojáshoz, valamihez hideg kell. Ez hogy van pontosan, Levi? Hát írja, meg kell tanulni igazából, de azt hiszem úgy van, hogy a tízeseknek nagyon meleg kell, szóval egy tábortűz az csak 50%-kal gyorsítja meg, uh-huh. De van ilyen melegítő. Általában ezeket úgy szokták, hogy sivatagos bázist csinálnak, hogy a gyorsabban kelljen a tojás. Ó. Oh. Ez menő. De nekem ez a hoax. A kedvencem a Taylortól. Na. Most már csak várnom kell. Hát itt most nem tudok semmit csinálni, erre is csak várni kell. Ezeket tudom kizélni. Igen, megjösettem ki a Klau. És ez a talán túl egyszerű számodra. Ez nem. Ez egy nagyon nehéz szám énekelni is. Tehát az ének része is olyan, ami nem nagyon szokott ilyet a Taylor, ez sokkal nehezebb hangtechnikailag, meg zeneileg is nagyon különleges, hangszereleileg bármint.
minor injury-e van az izémnek? Shadow. Adaramnak, amit beraktam, izé. De a minor injury-t, azt nem kell gyógyítani, csak rá kell pihennie. Hát jó, de mit csinált, izé, szex közben eltört a lábát? Tudom. Lehet. Na. Ez most melyik lesz, amit ki kell? Ez random, csak hoztam. Ja. A tízesbe. Aha. Ó, Na mi aha. Az? Mi az? Mindjárt mutatom, csak rakok ide egy... Hát ez... durva, annyit kell, hogy mondjak. Mi a fasz? Amúgy nálam... Vagy valahol láttam egy csomó tojást. Ja, az egyik chestbe raktam. Várjál, berakom. Szóval egy olyan Pokémon kelt ki, amit nem lehet breedelni, hanem fogni kell, 50-es szintű. 50-es? Hol vagy? Annyi Pokémon ott... van, itt nem látlak. Na, egy minden... oldalra jövök. Most látsz? Igen. Wow! És ez... nézzük, milyen gyorsan csinálja a tortát. Hanyas, négyes a... Aha. Azt a kurva! Úristen, ezt nekünk találták ki! Pont ez kell! Igen, ezt akartam szerezni, csak nem lehet breedelni. Ez valami 46-os, vagy 7-es, vagy 8-as box. Azt a... Csak basszus, hogy ez is ilyen nagy hely igen. Kell neki. Az összes jónak ilyen nagy hely kell. Ez az, ez az. Na, király vagy! Hát, így 10 másodperc egy torta. Nagyon kemény. Na jó, ennek a... De precízen rag le, léci. Jól gondold át, mert akkor a köré építkezek. Uh-huh. Hát mindenféleképpen erre fele amúgy. Ez a szem sem olyan. Mondjuk ez is tinglitanglis, de ez is a folklorról van. Ez a Pokémon megvan nekünk is, és nagyon OP. Már megvan nektek, Gábor? Nagyon nice-os. Hogy ezek nem fognak egymáshoz érni? Nem így sűrűn leszek egymás mellett a konténerek? Hát de ugye, hogy ne nyúljunk másikba, hogyha ez egyikbe akarunk, azért egy kis hely kell. Ez 8 perc. Nincsek Anubisok lerakva? Van egy pár. Ez mit akar? Ja, ez a saját Pokémon? Beleállt a konténer. Igen. Egy darab tojásba kellett. Na, akkor ti is nagyon szerencsések voltatok, Gábor. Igen, Andy. És miért laggolok vissza, elnézést? Csak azt nem értem, hogy a Sékító fogy lehet a kedvenced, viszont sok hitje, meg nem. Ja, az egy ilyen, az a ilyen populáris kedvencem tőle. Nem tudom. Nem tudom, az annyira jó az a szám. Imádom. Most jöntek segíteni? Nem segít nekem senki. Gyere! Köszi, hogy leraktad őket. No work available. Hogy érted ezt? Miért nem segít senki? Lehet, hogy azért, mert kint van a félig a izéről. Nem, csak fogyatékosak. Hát ez fantasztikus. És csak ott sétál az Anubis, és kétszer is próbáltam ide dobni, de semmi. Ah, ez az lica. Ide jön diszrespektálni. Igen! Kúra száját. Szerintem brutál szexi az egész, fele annyi önbizalmam lenne mindenki a koncerteken, én nagyon boldog lennék. Nincs meg magammal, de hát ma. Na majd lecsekkolom. Nagyon szexi, amúgy igen, a Taylor Swift. Egyre jobban. Régebben nem volt ennyi önbizalma amúgy. Ilyen kis shy girl volt.
Na, szupi. Kicsit felgyorsítja ez a dolgot. Na, Bence, kielégítettem a Taylor vágyadat, lement, vagy 600, mit szólsz? Ja, és mindegyik máshogy fog kinézni. Nem, ezen egy bárány van. Mert ez a másik oldala. Ja. Ott van a másik a nagyzé. Oh, de cuki. Mit szóltak, hogy ez a negyedik Power streamünk, és már itt tartunk a Levivel, konténereket építünk. Igen. Kb. 6 szemültös sírok is. Játék felénél se tartunk. Azta. Szívesen, Bence, máskor is. Szívesen. Nem tudom, kecske. Most nem néztem meg. Most kísérleteztünk, kicsit a tojáskeltetőnek hozzávágtuk azt a nagy sárkányt, és fél órával rövidebb lett a letési idő. Hozzávágtuk azt a nagy sárkányt, és rövidebb lett az idő. Az hogy? Hát lehet, hogy meleg van körülötte. Csak erre tudom gondolni. Hopp, ott már egy Anubisbe is akadt. Na, szuper. Készülnek akkor a konténerek, és akkor ezek elé kell az assembly-t rakni. Keltetési idő, ja. Várjatok, mert én nem tudok ilyen assembly cuccokat, ki kell tanulnom. Spray assembly, production line, és mi a harmadik? Weapon workbench. Azt nem tudok. Weapon line. Azt te tudsz? Aha. 60 ingó kell mondjuk hozzá még. Jó, akkor... Összeszerzem az ingót, össze, ezt építhetjük. A Reaper Bench-et felvetted? Vagy átraktad oda? A Reaper Bench-et? Az ágyunknál van egy, aha. Tudom, mit te raktál le, azt diszmenteltem. Jaj. Alakul ez a bázis, mit szóltok? Milyen eddig? Jó kis laggos. Azóta is laggolsz? Igen, itt nagyon nulla FPS-e van körülbelül. Baszki, én nem laggolok. Most amióta játszunk. Amúgy tűrhető. Viszonylag. De ahogy kiérek a bázison kívülre, amúgy már nem laggolok. Hát ez... Érdekes. A nagy épületektől, vagy mitől lehet most ez? Lehet. Hát akkor ez mondjuk nem a legjobb minden alkalommal ennyit fogsz laggolni. Már ennyi volt a kísérletezés, elmentek a barátaim aludni, holnap mennek dolgozni, én meg nem vagyok otthon, úgyhogy már csak a nézet leszek. Jól van, Gábor, örülök, hogy nektek is ennyire tetszik a játék. Meg jó ez a breeding kísérletezés, a Levi is nagyon szeret breedingelni, én azt hiszem észre rajta. Igen, csak nagyon sokáig tart. Kéne ki kell a tojás. Igen. Amúgy a bázis helyeket milyen szempontok alapján választjátok meg?
Hát ez most, ahova most leraktuk a főbázist, ezt az alapján választotta a Levi, hogy keresett, nem tudom, a neten találta-e, vagy csak így mászkált össze-vissza, de egy sík felületet keresett, mert hogy az első helyen, ahol voltok, az nagyon ilyen timbiasombos volt, és állandóan bebugoltak az állatok, és most amióta itt vagyunk, nem bugolnak be, legalábbis nem a földbe, az a legfontosabb, mert is próbáljuk úgy építeni a dolgokat, hogy a mi általunk épített tárgyakba se bugoljanak bele, tehát hogy nagy legyen, tágas legyen a másik kettő, meg ahol meg nem így a saját cuccaink vannak, meg crafting dolgok, azokat úgy keressük, hogy hol vannak bányászható dolgok egymás hegyén hátán. Szóval ez például, szerintem ezt az ismerős írta a Levinek, hogy itt legyen a második bázisunk, mert hogy látod, egymás hegyén hátán van egy csomó ore, és ezt a pályaink maguktól szedik ki. Szóval ezt ajánlom Gábor második vagy harmadik bázisnak, ez itt van, ezen a területen. Ja, mert egy ilyen alapkis konténerhez is már ilyen 100 ingot kell, és később mondjuk egy fegyót, hogy lekraftálja, az ilyen 600 ingot. Igen. És akkor most meg a harmadik hely, azt ide azért csinált a Levi, mert ott az ingó mellett, vagy mi az ore mellett, nagyon sok szénkő van. Igen, és a szén meg kell a kövi ingothoz majd.